Köszönöm szépen a, a szót és a figyelmet még ezen a kései órán is. Az előadásom vállaltan szubjektív lesz, nem teljesen a irodalmi lexikon projektre fog szorítkozni. Én úgy értelmeztem a konferencia felhívást, hogy megpróbáltam számot adni magamban, számot vetni arról, hogy a kutatóintézet az irodalom terén az elmúlt öt évben hogyan gondolkozott, milyen könyvek jelentek meg, milyen konferenciákat tartottunk, és egyáltalán az irodalomhoz, mint olyanhoz hogyan közelítettünk az intézeten belül, ha szabad így fogalmazni. És hát az a valamennyire provokatív, de hát egyébként releváns kérdés, a konferenciának a mottója, vagy az alcíme ez lehetne, hogy mivel tud az MMA kutatóintézete hozzájárulni az irodalomról való közgondolkodáshoz, hiszen az irodalomtudomány, az irodalomtörténet, most már inkább tudománynak számos műhelye működik ma Magyarországon, ezek jelentős műhelyek, nagyon sok mindennel foglalkoznak, és az irodalom mint, mint kutatási terület, mint művészeti ág, egy rendkívül szerte ágazó, és talán a kollégák nem haragszanak meg ezért, de nehezebben föltérképezhető, átlátható, mint mondjuk akár az építészet talán, hiszen az irodalmi műalkotások nem annyira centrális médiumokban jelennek meg feltétlenül nagyon kevés az olyan műhely amire azt lehet mondani hogy na aki itt megfordul aki itt publikál aki itt tanul az biztos hogy a mainstream része az biztos hogy jelentős alkotó stílusteremtő egyéni hangot törekvéseket kialakító alkotóművész tehát egy nagyon széttagolódott művészeti szcénáról beszélhetünk és ez önmagában már megalapozhatja annak az érvényességét, hogy minél több kutatócsoport és kutatóintézet foglalkozzon az irodalommal, mint olyannal. Mivel ez egy rövid előadás, ezért tovább kellett szűkítenem a megközelítést, és két fogalmat választottam ki, két olyan fogalmat, amely köré talán akkor nevezzük így az én irodalmi gondolkodásom az elmúlt években szerveződött, az egyik az eszme történet, a másik pedig a műközpontúság. Ezt a kettő fogalmat fogom most, ha tetszik, körüljárni különféle szempontok szerint. 2015-ben készítettem egy afféle kutatási koncepciót a magam számára, most ezt úgy neveztem el, hogy probléma térkép 2015-ből. Itt megpróbáltam sorra venni azokat a csomópontokat, problémákat, kutatási problémákat, amelyekkel az irodalomtudomány, az irodalom történet viaskodik. És hát ezekkel nem csak 2015-ben viaskodott, hanem ma is, és jóval korábban, ezt talán mondanom sem kell. És most, hogyha fölelevenítem a 2015-ben megfogalmazott problémákat, akkor azt találom, hogy ezek a mai napig itt vannak velünk, és szervezik a magyar irodalom értést. Ugye az egyik nagy probléma, hogy az irodalom történet és az irodalom kritika, mint két önálló, mondhatjuk, disziplina hogyan viszonyul egymáshoz és az irodalom fogalmát mennyiben alakítják egymásról tudva és egymással foglalkozva. Ez a két fogalom és tevékenység összeszokott keveredni egyébként az, ezt a tevékenységet folytatóknak a az életében is, hiszen a legtöbb irodalom történész azért irodalom kritikusként is, aki mondjuk a 20. századdal, a modernitással, késő modernel, foglalkozik, irodalom kritikusként is számottevő életművet mondhat magáinak, vagy számottevő tevékenységet fejt ki. És sokszor összemosódik ez a két megközelítő, és miközben nem ugyanarról van szó, az irodalom történet az a maga diakton megközelítéssel, a kánon képzéssel foglalkozik. Az irodalom kritika pedig egyfajta önértelmezése, azonosság tapasztalata az irodalom kritikusnak és az irodalom kritikát végző közösségnek. Ez a két tevékenység, ezt véleményem szerint azért el kell különíteni egymástól, és az, hogy a kritika az folyamatosan alakul, azok révén, a művek révén, amelyeket a saját fogalomrendszerével vizsgálódásába von, és ezáltal a kritika pedig tovább alakítja az irodalom történetírást is. Ez egy olyan folyamat, amely alapján azt a következtetést is levonhatjuk, hogy a kortárs irodalom mind a primer műalkotásokban, mint pedig a szekunder irodalom kritikai tevékenységen keresztül folyamatosan átírja utólag az irodalom történetet is. Tehát ez az irodalom történet írásnak egy, egy nagy törvényszerűsége. Az irodalom történet írás, mondhatjuk azt, hogy a, a, magyar irodalom tudományban, főleg az 1990-es években az érdeklődés homlokterébe került. Az 1900 80-as évek második felétől és különösen az 1990-es években mindenki irodalomtörténetet írt, mindenki azzal foglalkozott, hogy az irodalomtörténet hogyan beszélhető el, ha elbeszélhető-e egyáltalán, hogyha többféleképpen beszélhető el, akkor milyen elbeszélései lehetnek az irodalomtörténetnek. Hasonló viták zajlottak le, mint a képzőművészetben, hogyha közismerten mondjuk Dantóra vagy Hans Beltingre, ugye a művészet történetírásnak vége van-e, nek a gondolatmeneteire gondolunk, akkor tulajdonképpen az irodalom történetírásban, és kitüntetetten ugye ebben az időszakban a magyar irodalom történetírásban is ezek a viták lejátszottak, és ezeknek a vitáknak ugye hát most két csomópontját emeltem ki a szlájdon. Az egyik az, hogy az irodalom története az egyfajta eszkatológikus folyamatként beszélődik el, és ezt a fajta eszkatológikus elbeszélést, ezt a magyar irodalom történetírás akkor sem tudta leküzdeni a 90-es években, mikor már több elbeszélésről, és a, és a posztmodernitás, a poststrukturalista filozófiai iskoláknak a megállapításai, tanulságait levonva konstruálta meg a saját narratív szerkezetét. Tehát jellemző volt a magyar irodalom történet írásra, és tulajdonképpen mind a mai napig jellemző az, hogy a jelennek a, a paradigmatikus kódjából konstruálja meg visszamenőleg a magyar irodalomtörténetet, és tulajdonképpen visszamenőleg is azokat a tendenciákat keresi a különféle irodalomtörténeti jelenségekben, alkotóki periódusokban, stílus törekvésekben, amelyek előkészítik a későbbi iskolákat és a későbbi alkotói törekvéseket. Ennek alapján ugye a magyar irodalomtörténeti írásnak egy egy kései terméke volt, ez a bizonyos magyar irodalom történetei, amely ugye szintén nagyon sok vitát indikált, és ez a vita volt tulajdonképpen az origójában annak a gondolkodásnak, amelyet a kutatóintézetben is mondhatom, azt elkezdtünk. Ugye ez a kézikönyv, ez minden erénye ellenére két negatív vonást feltétlenül magáénak tudhatott. Az egyik az, hogy hogy az irodalom történetet úgy egységében semmiképpen nem mutatta be, nagyon kevés alkotót emelt ki az irodalom történeti folyamatokból, ez volt az egyik, a másik pedig, hogy az oktatásban se nagyon tudták és tudják azóta sem használni. Én úgy tekintek erre az irodalom történet írói vállalkozásra, mint amelyik megmutatta azt, hogy hogy igazából ezek az elméleti problémák, ezek milyen élesen vetődnek föl a kortás magyar irodalom értésben. Ennek kapcsán kezdtem el tipizálni a magyar irodalom történet írást. Ez némiképpen fellengzősen hangozhat, de én négy modelljét különítettem el a magyar irodalom történet írásnak. Ezek korábbra is visszamenőlegesen, tehát ezeknek a gyökerei mélyebbre húzódnak, de a mai napig tulajdonképpen meghatározzák azt, hogy hogyan beszélünk az irodalom történetről. Az egyik modellt én úgy neveztem el, hogy az antitetikus modell. Ezen én azt értem, hogy tulajdonképpen arról beszél, amiről nem szeretne beszélni. Ez a modell, ennek a legfőbb tulajdonsága az volt, hogy a korábbi irodalom történet írói elbeszélés szerette volna felszámolni, mondhatjuk úgy talán dekonstruálni, bár a dekonstrukció azért ennél sokkal bonyolultabb filozófiai program. A hagyományos szubjektum történet felszámolását tűzte ki célul, és azt kereste az irodalmi műalkotásokban, hogy azok ezt a hagyományos szubjektum történetet, ezt vagy, a, vagy mondjuk az irodalomnak a szusztancialista megközelítését, ezt fölszámolják, e és ha igen, akkor miképpen és mennyiben számolják föl. A másik, ugye Kulcsár Szabó Ernő a legjelesebb alakja ennek a modellnek. A másik modell a világirodalmi modell, én így neveztem el. Tulajdonképpen ott mértem meg az irodalmi műalkotások jelentőségét, hogy a világpiacon és a, és a, a nemzetközi trendekben emlegetik-e, beilleszthetők e ezekbe a nemzetközi trendekbe a magyar irodalmi műalkotások. A harmadik modell, úgy neveztem el, hogy a filozofikusság modellje, itt tulajdonképpen, különféle lételméleti, gondolati dilemmáknak a megjelenítését vizsgálta ez a fajta irodalom történetírói iskola a művekben, és elterjedt az a nézet, hogy ugye az a progresszív magyar irodalom, amelyik a par excellence filozófikus irodalom, a mondjuk így a gondolati költészet például, és, és amelyik irodalmi mű filozofikusabb, az magasabb rendű annál, mint amelyik kevésbé filozofikus. Na most ennek a három modellnek a közös jegye az, hogy a nemzeti irodalom történet írásnak a, a meghaladását tűzte ki célul. És ilyen módon egy negyedik modellként azonosítottam azt a gondolkodás képletet, amelyik a nemzeti modellnek, a nemzeti paradigmának a megújítását, a, 20. 21. századi megújítását tűzte ki célul, és a, a nemzeti irodalom szemléletnek, kicsit leegyszerűsítve most ezt így fogalmaztam meg, az anyanyelvi kompetencia sajátosságából fakadó öntapasztalását helyezte érdeklődésének a centrumába. Ez kétfajta tudás-szociológiai modellt is magában rejtett, most ezekre nem fogok kitérni idő hiányában, de az a fajta tudás-szociológiai modell, amelyik azért hogy a 90-es években különösen meghatározta a magyar irodalom történeti írást, az végső soron metafizikai központá emelte a filozófiát, bizonyos filozófiai gondolkodást, és ezen keresztül próbálta megírni a magyar irodalom történetet. Az irodalom kritika uh, is uh, egy ilyen meghasadt és, uh, és problémás helyzetben volt már korábban is, hiszen az irodalom kritikában megkülönböztették, az úgynevezett tudományos és az úgynevezett élményszerű vagy impressionista irodalomkritikát. Ez az utóbbi, ez ugye a magyar eszéíró tradícióban gyökeredzik, és tulajdonképpen az 1950-es, 60-as, 70-es években is többször megújult, amikor kvázi szépírói stiláris eszközökkel is él az irodalom értelmező, és így járja körül az irodalmi műalkotás. Ugye hogyan beszélhetünk az irodalmi művekről? Ez egy centrális kérdés, egy nagyon bonyolult kérdés, és nagyon nehéz erre válaszolni, hogy hogyan tudunk érvényesen megközelíteni egy irodalmi műalkotást. Ezzel az élményszerű megközelítéssel helyeződött szembe az úgynevezett tudományos, és itt most nem mennék bele, hogy mit értünk tudományon, vagy ez a fajta megközelítés mit értett tudományon, a tudományos irodalom értelmezést, amelyik meg akarta haladni az élményszerű irodalom kritikának a szubjektivizmusát, és esetlegességeit, és arra törekedett, hogy olyan fogalmakat kölcsönözön akár nemzetközi, külföldi, nyugat-európai irodalom elméletekből, akár maga eszkábáljon olyan fogalmakat, amelyekkel kvázi objektívebben, már ha egyáltalán ez lehetséges, írhatjuk le az irodalmi műalkotást. Ez, ez, a, ez a fajta... Mondhatjuk, hogy ez a probléma térkép volt az, ahonnan nagyjából 2015-ben elindulhatott az irodalomról szóló gondolkodásmód. Ugye én úgy fogalmaztam meg magamnak, ez egy saját motto, vagy egy, vagy egy saját alapelv volt, hogy a műveket kell a középpontba állítani, és úgy kell sokszor újra gorcsó alá venni, újra megvizsgálni bizonyos, irodalmi műveket, hogy lehántjuk, lefejtjük róla azokat az elméleteket, azokat a teóriákat, amelyekkel szinte összefortak ezek az életművek. Tehát, hogy egy irodalmi műnek van egy bizonyos önértéke, akkor is, hogyha nem egy bizonyos filozófiai iskolát reprezentál vagy vagy illusztrál leginkább. Ugye először az volt az irodalomtudománynak a, a törekvése, hogy a az anekdotikus, biografikus, valóságreferens szemlélet elszakítsa az irodalmi műértelmezést, és úgymond inherensebben, szövegközpontúban, szövegcentrikusabban közelítse meg az irodalmi művet. Majd később, és tulajdonképpen ez napjainknak egy másik fordulata, már, már az az újabb törekvés, hogy hogyan lehet újra bizonyos, akár politikai ideológiák reprezentációjára fölhasználni az irodalmi műalkotásokat, akár a feminista irodalomtudományra tudományra gondolhatunk, vagy vagy bizonyos szempontból az ökokritikára is. Ugye ez is egy különös visszahatás, vagy egy különös periodicitása az irodalomtudománynak. Arra jutottam, hogy ez a fajta megkülönböztetés, hogy nemzeti szempontú irodalomtörténetírás és tudományos irodalomtörténetírás, ez a dihotómia, ez valójában eszmetörténeti hasadásokhoz, eszmetörténeti dihotómiákhoz, vitákhoz vezet, ezekre vezethető vissza, a magyar eszmetörténet nagy vitáira, én úgy gondolom, hogy ha meg akarjuk érteni a mai irodalmi jelenségeket, akkor legalábbis a dualizmusig, legalábbis Adi Endre fellépéséig, és az akkori politikai, társadalomtörténeti, filozófiai irodalmi vitákig kell visszamennünk, és az, ami mondjuk a nemzeti klasszicizmus, ugye Arany János Gyulaipál féle nemzeti klasszicizmusnak a tagadása és meghaladása Adi Endre révén, illetőleg az a vita, ami akkor ott elindult, az folyamatosan végig követhető a 20. századi és egészen a kortárs magyar irodalom, tudományos irodalom történeti vitákban. És az a fajta irodalom írói törekvés, amelyik meg akarja haladni a nemzettudat megteremtésének igényét, az valójában ugyanúgy a nemzettudattal viaskodik, és ennek a megteremtésével foglalkozik, csak éppen ezt így nem tudatosítja önmagában. És ez az eszme történet, amely szintén, mint, módszertan folyamatosan megújult a 20. században. Most, ha gondoljunk arra, hogy a, ugye az eszmék történetéből egy ilyen intellectual historiként azonosított egészen más módszertanná vált, ez segíthet, mint módszertan abban, hogy valójában belássuk azt, hogy az irodalmi vitáink, az irodalmi kánonvitáink, ízlésvitáink mekkora hányada eszme történeti vita, és mekkora hányada esztétikai vita. Illetőleg azt is be kell látnunk, hogyha még egyel tovább lépünk, hogy valójában az eszme és az esztétikai viták, az ízlésviták nem szálazhatók szét vegytiszta módon. Ö, ezek egymásba fonódnak. Az, hogy ö, az, hogy a, a mi értékpreferenciáink milyenek, egy egyes személy vagy egyes értelmező iskola preferenciái milyenek. Ebben ott van az, hogy ő hogyan értékeli mondjuk az adott műalkotás esztétikai intenzitását, de ott vannak bizonyos eszmetörténeti megfontolások is, akár tudatosítja ezeket, akár nem. Ez nem azt jelenti, hogy, 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 hogy a maga az esztétikai intenzitás önmagába, vagy a megformáltság önmagába ne lehetne vita tárgya, de azt igenis jelenti, hogy a különféle kánonvitákban ez a két oldal ez összekeveredik. Mennyi időn van? Két percem. Akkor itt több a fő kérdésekig eljutottam. Ugye ezeket a fő kérdéseket kellene a mai nap is föltenni, akkor, hogyha az irodalomtudomány, az irodalom való foglalatoskodást próbáljuk egy kicsit korszerűbbé tenni. Elbeszélhetően még az irodalom története, ha ezeket a tapasztalatokat, amiket az imént röviden vázoltam, leszűrjük. Kiküszöbölhető-e a fejlődés elv, a teleologicitás ebben az elbeszélésben. Milyen fogalomrendszer választható, hogyha nem akarunk egyetlen egy filozófiai, egyetlen egy irodalomtudományos iskolának kiszolgáltatni azt a nagyon gazdag irodalmi tradíciót, amelyet vizsgálnunk kell? És egyáltalán beszélhetünk-e még érvényesen szépirodalomról a kultúra-tudományi fordulat után? A, a, különféle szövegeknek az inflációja idején, még van-e bizonyos speciális ontológiai státusza, valamilyen megismerés funkciója az irodalmi műalkotásnak. Nagyon röviden konklúziója ennek az előadásnak, a kortás magyar irodalom kis lexikon, amelyet Pécsi Györgyi főszerkesztő társammal indítottunk útjára a kutatóintézeten belül, Ezeket a tapasztalatokat úgy vonta le, hogy műközpontúan és horizontálisan érdemes a kortárs magyar irodalmat vizsgálni, minél több könyvet, minél több szerzőt az érdeklődésünkbe bevonunk, és minden szerzőhöz azokat a mozertani filozófiai irodalomtudományos iskolákat, minden szerző jobb megértéséhez ezeket az iskolákat mozgósítsuk, amelyet a mű éppen megkíván, és az a bizonyos teleologicitás minél inkább akkor iktatható ki az irodalom írásból, hogyha senkit nem helyezünk a kánonnak a csúcsára. Tehát nem egy olyan irodalmi kánonban gondolkozunk, ami piramis elvű, ahol egy valaki van mondjuk a próza és egy valaki a vers és egy valaki a dráma most leegyszerűsítve csúcsán, és azt nézzük, hogy kik azok, akik előkészítették az ő törekvéseiket, hanem minél szélesebben, minél plurálisabb módon igyekszünk föltérképezni és megismerni azokat az irodalmi folyamatokat, amelyek a mi gondolkodásunkat a mai napig befolyásolják. Ugyanis ugye a napjainkban megfigyeljük azt is, hogy mennyire rászorul az irodalmi kánonra a közgondolkodás, a közbeszéd, a közélet, hiszen tulajdonképpen olyan politikus nem tud megszólalni a kultúráról, aki nem valamiféle eszmetörténeti, valamiféle irodalomtörténeti relevanciának a, a, az, er, az energia mezejében belépne bele és ebben szólalna meg. Éppen ezért az irodalmi kánon, mint olyan az irodalmi kánon konstitúciója, kiiktathatatlan akár a kulturális közösség, akár a politikai közösség szervezésekor és tulajdonképpen két, két veszélye van az irodalom történetírásnak. Az egyik, amikor a fogyasztói szempontoknak, az árucikszerűségnek szerűségnek szolgáltatjuk ki az irodalmi alkotásokat, mint termékeket. A másik pedig az, hogyha olyan címkévé válnak bizonyos alkotók, amelyeknek politikai mozgósító, a, politikai, a nyelvpolitikai küzdőtérben van mozgósító erejük, és valójában nem a műveiket olvassuk, hanem bunkósbotként használjuk ezeket az alkotókat bármelyik oldalon. Köszönöm szépen a figyelmet!